szóban mindig bántottak, hogy hájpasszni, meg dagadék, meg hogy mit szólnak ez a szüleid, de nem lázadtam a szüleim ellen, tehát hogy erről szó sem volt, valamiért be nem állt a szám, és egyfolyt elvettem. Egy este, amikor minden megváltozott, amikor végleg kilépett szülei árnyékából. Általános iskolás korodban milyen volt Rubin Tréka és Robert Norbi gyerekének lenni? Fú, nagyon sok hátránnyal járt, mert... Előnye nem is volt? Nem igazán. A szorítóban ugyan kikapott, de így is ő a Starbox egyik legnagyobb nyertese. Csak a meccsőt anyával el is mentünk a Bazilikába, és ezzel a rózsafüzérrel, és gyújtottunk gyertyát is, és kívántunk. Meg én Istenhez fordultam ilyen téren is, hogy csak segítsen és adjon nekem erőt. Ha nyerek, ha nem, csak ne jöjjek ki nagyon rosszul ebből az egészből. Schobert Norbi Junior. Attól soha nem szálltál el, hogy te kinek vagy, vagy kiknek vagy a gyermeke? Az első önálló nagy interjú. Premier pénteken 19 órakor a Frisbee TV YouTube csatornán.